Sokakhoz eljutott, sokan viszont talán még nem értesültek arról, hogy mi történik a Fertőtónál. Állami beruházásban a Fertő számos nemzeti és nemzetközi jogszabály által védett területén vitorláskikötő, parkoló, luxus hotel és számos egyéb a Nemzeti Park nevét zárójelbe tévő beruházás zajlik. A probléma nagyságrendjét jól érzékelteti, hogy ez egyszerre verte ki a biztosítékot egy Kossuth díjas színésznőnél, egy Karinti gyűrűs humoristánál és Pumped Gabónál. Miért a Fertőtó? Miért ne? Tavaink nagy részét már a körbeépítették. Az embernek az az érzése, hogy természetes állóvizeink egy gigantikus hotel jacuzziává váltak, és a természet csak zavaró tényező. Nehogy már megzavarja egy kócsag a Nemzeti Parkot megfigyelő luxus apartman bérlőket, esetleg rápiszkítson a műfüves focipályára, hiszen mi sem illik jobban a természetbe, mint a műfű. Már várom a hírt, fülemüle sitke támadt egy bobketre, esetleg fecskék rémítették halára a homlokrakodós kotró vezetőjét. Talán jobb lenne egy új természetvédelmi kategóriát bevezetni. Egykori nemzeti rezervátum, azaz NR. A Fertő pedig elnyerhetné a térkővágó őrs, esetleg a betonon füred elnevezés. Persze páran azt mondják, ha sógoroknak lehet, nekünk is. Annyi a különbség, hogy Ausztriában nem védett területen építkeztek, és azelőtt zajlottak a fejlesztések, hogy nemzeti parkán minősítették volna a Fertőt. Ráadásul a nemzeti park természetvédelmileg értékes részének nagy része nálunk található. Márpedig, ha miénk, úgy csesszük szét, ahogy akarjuk. A magyar fejlődés záloga a beton. Talán sokan csodálkoznak, hogyan történhet ilyen, de ne lepődjünk meg, hiszen hazánkon kívül három országban, Szaúd-Arábiában, Szomáliában és Tanzániában nem működik környezetvédelmi minisztérium, vagy független környezetvédelmi ügynökség. Mi nem minisztériumot hozunk létre, inkább megszüntetjük a környezetet, ezzel is csökkentve az államra nehezedő adminisztrációs terheket. Magyarország az az ország, ahol a nemzetközi egyezményeket felül tudja írni a hazai jog. Sőt, a hazai jogot is felülírja a hazai jog. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásoknál. Ha valami kiemelten közérdekű, akkor a kormány rendeletben állapíthat meg neki tetsző szabályokat. Beépítési arány magasság? Nem számít. Környezetvédelmi szabályok? Viszlát. Bármely zöld felület? Goodbye. Mintha a 12 táblás törvényeknél lenne egy bónusztábla azoknak, akik lusták betartani a korábbiakat. Van rendelet, van rendelet. Akkor ne okoskodjunk. 5 év jogi egyetem plusz szakvizsga helyett elég egy OK és rendelethozó tanfolyam, ahol az egyetlen feladat megtalálni a paragrafus jelet egy billentyűzeten. De lássuk! Mik azok a kiemelten közérdekű beruházások, amiknél ezeket már alkalmazták? Badacsony-Tördemic szakrális központ. Az örökké valóságig nem várhatunk. Gödöllői jégcsarnok. Fel ne olvadjon, mire jön a globális felmelegedés. MotoGP pálya. Mi is lehetne fontosabb, mint Hajdúnánáson égetni a gumit és a pénzt egy soha meg nem térülő ötlet keretében. A Lupató melletti Kostesz büfé. Mi is lehetne közérdekűbb bennél. Luxus strand a Kopaszigáton. Igen, ez is az. Akkumulátorgyár Komáromban, amitől másfél kilométerre sem lehet az ajtól megmaradni. Ebbe az is belefér. Termálvizes lórehabilitációs központ Kisvárdán, termálvíz nélkül. Habár csak kiemelt, de ez is felfért a listára. A Fertőtó közepén luxushotel, indokolatlan vitorlás kikötő és több száz tonna beton elhelyezése for fun. Jól gondolják, ez sem jöhetett volna létre a Jolly Joker rendelet nélkül. És mi a helyzet, ha ez nem tetszik valakinek? Mi a lehetőség a jogorvoslatra? Ha nem vagyunk elég éberek, akkor semmi. Hiszen a jogorvoslati határidőket is lecsökkentették 8 napra a kifüggesztéstől. Nehogy már egy sokszor hosszú évekig tartó előkészítés során valaki elkezdjen akadékoskodni. És mit tegyünk, ha jogsértőnek érez egy civil szervezet egy közbeszerzési kiírást? 21 millió forintért akár fellebbezhet is, hiszen a jogorvoslat költsége a közbeszerzés értékéhez igazodik. Nem is értjük, mi ezzel a baj.
Érdemes lenne ezt bevezetni a parkolási bírságoknál is. 4 milliós illetéket bevezetni arra az esetre, ha vitatnád. Megszűnne minden okoskodás. Csak hogy érzékeltessük a beruházás abszurditását, összegyűjtöttünk pár érdekes számot. Egy hazai tőkesúlyos vitorlás átlagos merülési mélysége 1,5-2 méter. A fertő legnagyobb mélysége 1,8 méter, átlagos mélység 0,7 méter partközelben és 1,5 méter nyílt vizen. Ezután már csak a Városligeti vagy a Feneketlentó vitorlás paradicsommá alakítása jöhet. Esetleg egy anyahajó a Rákos patakra. Bár érdemes lehet az egészet kikotorni az iszabban élő több milliárd élőlény kinyírásával. Én ezt azért átgondolnám. A tó időnként ugyanis teljesen kiszárad, és csak évekkel később telik meg újra. Van, hogy 6 évvel később. Kiszárad 1693-ban, 1738-tól 1742-ig, 1811-ben és utoljára 1868-ban. Aggasztóan alacsony volt a vízszint 1965-ben, és nemrég, 2020-ban is. 813 vitorlás és 500 csónak használhatja majd viszont a kikötő. Ez is impozáns szám. Ha azt nézzük, hogy az egész spanyol armada kb. 500 hajóból állt csupán. Több százezerre tehető a tavon átvonuló és látható madarak száma. Nagy lilikből van, hogy egyszerre 40 ezer példány is pihen a tavon. Ennél azonban jóval több is lehet, mivel a nádas remek búvóhely neki. Amíg még lesz. Ehhez képest, ha bár szálló vendégek érkeznek majd ide, őket nem tekinthetjük igazán vándormadaraknak. Ide építeni ennyi létesítményt olyan, mintha a Marriott lobbiába telepítenénk egy keselyű röptetőt. A beruházás költsége 45 milliárd forintnál jár most, ami az összes nemzeti parkunk 7 éves költségvetése. Könnyen kiszámolható, hogy mennyire jó 7-szer annyit költeni természetkárosításra, mint természetvédelemre. Szerencsére mindez az adófizetők pénzéből, hogy utána egy magánüzemeltető használja. Ugye megéri. Köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra.